A Zempléni Nemzeti Parkért Szövetség szervezésében május 10-én a mezőzombori disznókő szőlősbirtokon megrendezett Tokaj hegyalja piacon a hagyományoknak megfelelően helyi termelők portékái mellett gazdag programok várták a rendezvényre látogatókat. A hónap második vasárnapján megtartott családi programon az édességeké volt a főszerep. A kézműves csokoládék közül többen ízlelgették a valódi belga csokoládé masszából készített sokoláv új ízeit, a diós, mákos, lekváros, krémes házisüteményeket. süteményeket. A gyerekek érdeklődését felkeltették az édességek. Az egészséges életmódot folytatók, vagy éppen a gyógyulni vágyók a gombából készített gyógyító örleményből válogathattak, míg a gasztronómia iránt érdeklődők a borecetet nézegették. Az adalékanyagok nélkül készített 100%-os alma és cékla léért is többen járnak vissza a piacra. Az egyedi ajándéktárgyak készítői népművészek, mesterek, népiparművészek kínálata is gazdag volt, amelyekből szívesen válogattak a piacozók. A helyi termelők sem panaszkodtak, hiszen hosszan sorakoztak a vásárlók a mangalica húsokat sonkát kínáló pavilon előtt. Sajtokból is bőséges volt a felhozatal. A gyerekeket a kalamajka bábszínház szórakoztatta. Az éhesebb látogatók a nagymama finom krumpli is megkóstolhatták. A legkisebbek beülhettek a körhintába, a felnőttek bort a családok birtok birtoklátogatásra indultak tokaj hegyalja a páratlan szépségű panorámája pedig igazi élményt kínált a májusi tokaj hegyalja piac látogatóinak.